hogy semmilyen vétke nem volt. Az ilyen típusú eljárást nevezték koncepciós pernek. Igen ám, de koncepciós pert nem csak egyén ellen lehet folytatni, hanem nemzet ellen is. Ismerünk-e ilyet a 20. századból? Hát sajnos a magunk bőrén. Tehát úgy lehet bűnösnek minősíteni egy nemzetet, hogy annak semmilyen vétke nem volt abban a vonatkozásban. Na most ennek még egy jelzője volt, nem csak hogy oktalan, hanem parttalan. Tehát hiába kér bocsánatot egy erősen majomszerű vezető, mert a válasz az, hogy nincs bocsánat. Utána jön egy rovarszerű vezető, az is bocsánatot kér, annak is az a válasz, hogy nincs bocsánat nem bűnhődte még meg ez a nép, mondja ő nekünk. És nincs egy olyan vezető, azt mondja, tudod mit? Próbáld már magad vétkét keresgetni. Ne oktass már ki engem, hogy az én bűneim mikor értek véget. Ezt nem te fogod megállapítani. Én neked nem tartozom elszámolásra, én csak az Úrnak tartozom. Tehát, hogy érthető legyen, bizony partalan a bosszúvágy. Bizony tetten érhető, bizony működik. És oktalan. És a kettő együtt igaz. Na most ennek az ellentetje pedig az ingyen kegyelem. Tehát ez azt jelenti, hogy ha én az ingyen kegyelemnek nem tudom a gyakorlását vállalni, akkor én még nem vagyok ember. És ez azért nagyon fontos, mert a jóságot a növényvilág is tapasztalja és gyakorolja a szeretetet az állatvilág is gyakorolja és tapasztalja. De az ingyen kegyelmet nem tudja se a növény, se az állat érvényesíteni. Tehát itt van az a nívó, ami fölé csak az ingyen kegyelem gyakorlása tud emelni. Tehát aki csak érdeket tud képviselni, az még állati szinten van. Az érdek érvényesítést akár egyén érdekét érvényesíti, akár csoportét, ez általában kis csoportot jelent, tehát maffia jellegű, azt az állatvilág jobban csinálja, mint mi. Tehát ez az állatvilágnak a jellemző viselkedési sémája, nem az emberé. És amíg ezen nem tudunk túlemelkedni, nem vagyunk emberek. Ember szabású lények vagyunk, erősen leépülő félben. Mert ha egyetlen fajta működés modellt kínálnak nekünk napról napra, óráról órára, és ez a káini működés modell, hogy a saját érdekedet vagy a kis csoportod érdekeit képviselt, gátlástalanul, semmi másra és senki másra ne légy tekintettel, akkor azt jelenti, hogy ebből a, küzdelem típusból definíció szerűen mindig a rosszabbik kerül ki győztesen. Ezt a Káin Ábel képlet egyértelműen mutatja. Tehát ez azt jelenti, hogy ha csak ezt ismerést és gyakorolja az emberiség, már pedig most így idomítják, akkor ennek egy egyre gyorsuló leépülés a következménye. Tehát ezt nem lehet megállítani, mert azt mondani, hogy de én tudok egy jobb modellt, mert és én ismerem Marx tanításait, ismerem, mit tudom én, kicsodát, gezelt, az jobbat mond. Nem igaz. Miért hazudsz? Az alapkérdése nem válaszoltál. Egymás ért, vagy egymás ellen érvényesül. Az, hogy ügyesebben vagy kevesebb csalással oldja meg egy Júlió Gezel, mint mondjuk egy Marx Károly, ennek semmi jelentősége nincs a dolog lényegét tekintve. Tényleg sokkal jobban oldotta meg egy Gezel, de épp ezért nem is beszélnek róla. Tehát itt, itt az alapkérdéssel kell tisztában lenni. Na most nem tudom, hogy ez a kép érthető volt-e ebben az értelmezésben, az, hogy aztán az évkörben ez hogyan működik, ezt a harmadik előadásban fogjuk tisztázni. Úgyhogy következő képet próbáljuk túlélni, utána szünet lesz, jó? Most ezt azért mutatom be, középkori ábrázolásról van szó, hogy valami vizuális képünk egy kicsit kifejtettebb formában is legyen arról, amit itt én egészen absztrakt jelekkel rajzoltam csak föl a táblára. Tehát ez mit jelent? Azt, hogy az évköri viszonyokat azokat nem egy-egy évköri tulajdonság, hát hogyan mentén érdemes vizsgálni, hanem mindig tengelyek mentén. Ha a szellemiség tekintetében én mondjuk nyilas tulajdonságokat őrzök, általában ha azt mondom, hogy a nyilas nemzete, vagy a kos nemzete, akkor én ezzel mindig a szellemi tulajdonságait nevezem meg. Tehát az általános viselkedési, most egy idegen szó jön, trendje. Tehát az általános viselkedési, hát hogy mondjam, a trendnek, hát módja, nem igazán jó kifejezés nincs rá. Tehát lényeg az, hogy egy, egy olyan magatartás mintázat, amelynek az ismeretében én előre tudom jelezni, hogy mondjuk egy magyar ember hogy fog viselkedni, például halálos ellensége most nagy veszélyben van halálos ellenség bebizonyította, hogy ő tényleg halálos ellenség, 1989-et írunk, nagy bajban van. Mit csinál egy mondjuk egy német, kihasználja, lerohanja, és itt tovább, utána hatalmas összegekért ad neki segélyt, és itt tovább. Mit csinál a magyar? Megy át, életét kockáztatva viszi neki az élelmet, viszi neki a ruhaneműt, viszi neki a vért, és itt tovább. Amiért az egész világ hülyének nézi. Érthető? És ráadásul minden újabb ilyen esetkor megy azonnal, anélkül, hogy utasítanák rá, megy, és akkor az árvízkáros utakat segít, de nem csak a magyarokat, a románokat is. Semmiféle ilyen válogatás nincs, hogy ja, bocs, te, te román vagy, akkor dögölj meg. Semmi ilyen nincs. Se nyoma sincs. Na most ezt, ezt egyszerűen nem érti meg a világ, mert ez a hunor magyar féle viselkedés. Tehát mi ezt örököltük az őseinktől, Na most, aki ezt nem tudja vállalni, az el fog románosodni, el fog szerbesedni, el fog németesedni, el fog franciásodni, mert nem érti meg. Egyszerűen nem a saját normája szempontjából ezt csak ostobaságnak tudja minősíteni. Ez mújasság. Nem használta ki a történelmi helyzetet. Dehogy nem használta ki. Emberebb lett általa. Magasabb szintű lett. Alkalmat kapott arra, hogy bebizonyítsa, hogy ez az egyedül emberhez méltó cselekedet. Na most tessék nekem erre más népek köréből mintát mondani. Vagy, vagy hát megnyilvánulást. Hát nagyon ritka. Maradjunk ebben. Maradjunk ebben. Na most tehát mindig a, a tengely mentén érdemes tudni, ha én azt tudom, hogy nyilas szellemiség határozza meg a magyarság viselkedés, mert ez mindig a nagy lelkűséggel függ össze. És az azt is jelenti, hogy korlátlan és határtalan adományozási készség. Egészen a könnyelműségig. Szó szerint az ingét odadja halálos ellenségének. Na most ez a nyilas tulajdonság szellemi tekintetben. Tehát ez azt jelenti, hogy hiába tudja, hogy, hogy fogad be a tótot kiver a házadból, következik jön egy tót, megint befogadja. Vagy hiába mondja neki a, a, a saját másik közmondása, nyújtsd a tótnak a kis súlyadat, egész karodat akarja. Már következő alkalommal nem, hogy az ujját nyújtja, karját nyújtja. Mert tudja, hogy addig, amíg a tódból embert nem csinál, addig ez állandóan veszélyhelyzetet teremt a világban. Nem nekünk, egymásnak, más népeknek a világnak. Tehát ha nem tudom megemelni az emberiség szintjére, abban a világ fog belepusztulni. Tehát nem a magyarság fog, mi túléljük őket. Tehát azt kell tudni, hogy ha én itt vagyok szellemiség tekintetében, én folyamatosan és határtalanul kapom az energiákat, a legmagasabb szintű teremtő energiákat. Tehát azon, azon spekulálom, hogy jaj, Istenem, már ah, megint kevesebben, mi lesz, ha már csak három magyar lesz. Én mindig azt mondom, hogy csak egy legyen nő közülük. Mert hogy ugye van egy másik mondás is, ezt templomban nem hiszem, hogy szabad mondani. Tehát elfordulok egy kicsit, hogy nincs rossz nő, csak kevés alkohol. Tehát ezért nincs, nincs vesztes helyzet. Tehát lehet nyugodtan bizakodni. Akkor van nagyobb baj, ha két nőre esik egy férfi. Tehát minden esetre a, a nyilas szellemiségnek van egy képviselője a mi ős történetünkben. Azt hogy hívják? Nagy vadász, ilyen nyillal, Nimród, egyértelmű. Tehát itt Nimródot kapjuk. Na most amikor testet ölt, akkor kikben ölt testet? Hunorban és magyarban. És a magyarság testet öltve először itt érzékelhető, de soha se egymagában. Tehát azért, hogy egy akadémikus hivatalból bolonduljon már meg, nem tudja, csak vagy az egyikben keresi, vagy a másikban. És nem jön rá, hogy nem lehet csak ikerpárban, egymás ért élő ikerpárban. Tehát ha ő lemetéli Hunort magyarról, akkor nem rólunk beszél. Nem lehet lemetélni. Tehát ez a két tulajdonság egymást kiegészítő két tulajdonság. Az egyik belőle az a meditatív életmód képviselője, a másik pedig az aktív életmód képviselője. És minden megnyilatkozásakor ez így is jelenik meg a történelem színpadán. Tehát amikor ért harcol a kettő, akkor legyőzhetetlen. Mint hunor és magyar, mint hun és magyar. Mert a kettő együtt értelmes. Tehát akkor már akár ide se írja a Lukács felé, hogy itt ez hunor és magyar. Na most... Ez azt jelenti, hogy ez a, a kettősség, ugye ja, keressük meg, itt jelenik meg. Tehát a hordozója az a szellemiség. És ahogyan megjelenik, az az ikertulajdonság. tulajdonság. Most szaladjunk végig így az évkörön, hát itt fölülről ugye a mérleg tulajdonság, most legyen ez a szellemi jellegű, és akkor nyilvánvaló, hogy testi megjelenése a kosban fog, vagyis vele szemközt megjelenni. Tehát egy kiegyensúlyozottság az egyik véglet, a másikban pedig egy egyértelmű előretörés bármint keresztül. Tehát gondoljunk itt egy faltörő kosra, ami nem faltörő oroszlán, nem faltörő krokodil, ez mindig kos. Mert itt a kos havában a természet áttöri az a tél folyamán megkérgesedett földet, és ha nem ilyen a tulajdonság, ekkor nem tudja áttörni. Nem marad a föld, nem újul meg az élet. Akkor, ha tovább megyünk, most nem sorrendben megyünk, ugye, akkor a hordozó a bak, és amit hordoz, az a rák. De ez fordítva is igaz. Hát ennek a példáival is találkoztunk már. Az eszmeiség az a fény maximum idejében, a rák havában fogalmazódik meg. Ennek az első tíz napjában, tehát a jellegadó időszakában, ebben van egy nagy ünnep. Ez a mi nyári nagy ünnepünk. Tehát ez a magyar hagyományban a teljes ünnep szertartás rendje is fönnmaradt, a hozzá kapcsolódó énekek is fönnmaradtak. Melyik ünnep ez? Ez a Szent éj. Tehát ez június 24-én van, és ez a szellemiségét adja meg. Ez a Szent Iván, ez a bibliai nevek közül melyik megfelel meg? Ez keresztelő Szent János, és az ő születés napja a Szent Iván napja. Tehát június 24-e ez a keresztelő János ünnepe. És az ő mondata az, amelyik a legtökéletesebben kifejezi a fény maximumnál kiváltható, egyáltalán kiváltódó tulajdonságokat. És mi ez a mondat? Amikor meglátja Jézust megjelenni a Jordánnál, akkor mit mond? Nekem alá kell szállanom, hogy ő fölemelkedhessék. Ennél tökéletesebben nem lehet megfogalmazni az ingyen kegyelem működését a világban. Igen, ám, de ezt nem ő éli meg testében, hanem pontosan vele szemben, december 24-én ölt testet, ott, ahol minden van, csak jóság nincs, minden van, csak szeretet nincs, minden van, csak ingyen kegyelem nincs. Helyette van gonoszság, van gyűlölködés, és van partalan és oktalan bosszúvágy. Miben nyilvánul meg? A saját gyermekeit, azaz saját alattvalóit két évjáratban kiírtatja az ottani uralkodó. Tehát ami elképzelhető, ha, egy csecsemőt én ölök, annál oktalanabbat egyszerűen elképzelni se lehet. És miután partalan, tehát valamennyiről szó van, azt jelenti, hogy kimerítődik ez a fogalom. Tehát rá lehet ismerni. Hát nyilvánvaló, hogy itt van a legrosszabb helyzet minden tekintetben, tehát ide kell születni, az egyetemes megváltás eszközlőjének. Mert ha mondjuk ide születne, akkor már a rajta, vagy nála rosszabb helyzetben lévők megváltatlanok maradnának. Tehát ez nagyon fontos definíciós kérdés, ha egyetemes megváltást akar eszközölni. Tehát nem egyetlen népet akar az összes többi rovására uralmi helyzetbe juttatni, mert a messiás fogalom ez utóbbit jelenti. Ezt a proféták egyértelműen definiálják, tehát nincs okunk kételkedni benne. Az egyetemes megváltó más fogalom. Ezt én hiába keresem a profétáknál, mert nincs előzménye. Nálunk viszont nagyon megvan, tehát egy tökéletes rendszeren belül ez a negyedik legfontosabb fokozat. Itt az ikreknél a garabonciás fokozata jelenik meg a rendkívüli tulajdonságoknak a szűzben a tudós fokozata jelenik meg, a nyilasban a táltos fokozata jelenik meg, halakban pedig a megváltó fokozata, aki a halálon keresztül váltja meg azokat is, hát akik bizony nem éppen kedvelik őt. De most ez a legnehezebb fokozat. Nyilvánvalóan ez, és ha ezt nem tudja abszolválni, tehát nem tudja teljesíteni, akkor az összes addig is érvényét veszíti. Na most ez egy külön téma, bár erről is lesz szó a továbbiakban, ezt valószínűleg csontvári esetében fogjuk részletezni, de lehet, hogy már hamarabb is. Tehát itt nagyon fontos, hogy az egészet lássuk mindig szem előtt, mert soha nem végleges a szenvedés, mindig oka van, és mindig célja is van, tétje van. Tehát azt jelenti, hogy mindig akkora terhelést kap az egyén is, meg a nemzet is, amennyit garantáltan el tud viselni. Megkapja a működés ja, ha befogod a szemedet, füledet, fiam, akkor tényleg nem fogod tudni elviselni. Megkaptad a hírt, igen, akkor miért nem a szerintét? Hát csak. Tehát akkor tényleg el fogsz pusztulni. Tehát ennél többet nem lehet tenni. <kül> Na ennyit akkor erről a rendszerről, és akkor szaladjunk még végig rajta. Tehát a skorpióra, ugye a bika felel a túloldalról, ha a bikában én az érzéki tulajdonságnak, ugye az előbb említettem, a betömörödését tapasztalom, tehát ami az világból érzéki tekintetben birtokba vehető, az itt csúcsra járatódik. Tehát azt jelenti, hogy ami kézzel fogható, szemmel látható, ami szagolható, ízlelhető, az lesz mérce. Ami erre a szintre nem hozható le, az áltudomány vagy nem is létezik. Tehát ez az érzéki tapasztalást magatartás magatartásforma, ez egy elég veszélyes játék, de szükség van rá. Nem igaz, hogy erre nincs szükség. És ennek a testi megvalósulása, már mindegy, melyiket mondom a kettő közül szellemiségnek, melyiket testiségnek, az a skorpió tulajdonság. Most a skorpió tulajdonság az emberi test fölépítésében férfi nemi szervek. Ennyit erről akkor én most hadd ezzem ezt. Tehát lényeg az, hogy a testiség és a szellemiség összefüggése minden egyes ilyen esetben egyértelmű. Itt az oroszlán a hordozó, hát mi általában a szellemiséget mondjuk hordozónak, és utána ezen a vizöntő az, ami a testi megjelenést hát képviseli. Na most a testi megjelenést nagyon furcsán képvisel a vizöntő, ezzel majd később fogunk részletesen foglalkozni. Tehát éppenséggel a testiség az, ami a vizöntő tehát tulajdonságrendszerben feloldódik, energiaszintre kerül át az is, ami más esetekben testimi voltában jelentkezik. Ha ez nem így lenne a vizöntőben, tehát ebben a, az utolsó előtti téli hónapban, akkor nem tudna ebből az energiából gazdálkodva, nem tudna itt megújulni a természet. Tehát a természet ezt az energiát, amiből itt megújul, azt nem az előző hónapból nyeri, hanem itt tartalékolódik. Azért nem váltódik át testiségre, tömegszerűségre, hogy itt a maga idején föl tudjon szökkelni, és mint egy szökőkút szerűen meg tudjon nyilvánulni. Tehát egy rendkívül bölcs működés, energia működés, hát tapasztalati hát lenyomata az, amit én itt fölrajzolok a táblára, illetve amit megjelenítenek nekünk. És aztán megint egy nagyon érdekes kettős, hát bizony a a szűznek a működése az egy négyzetraszterbe befogni a világot. Tehát ennek a megjelenése, jelenleg a szűznek a testiségét éljük. Miért? Mert a halak világ hónapjában vagyunk minden ellentétes híreszteléssel szemben. Tehát aki azt mondja, hogy a vizöntőben vagyunk már, annak részben igaza van, mert átfolyik rajta a vízöntő, tehát a két hatás együtt érvényesül, de bizony benne vagyunk nyakig a halakban. Tehát azt jelenti, hogy egy négyzetraszter terül rá az életünkre, Tessék megnézni a modern város alaprajzokat, tessék megnézni a modern városok oldalnézeti képét, vagy felülnézeti képét. Tehát egyértelműen ennek az a lényege, hogy nincs magja. Miért? Mert szűz. Érthető? És mindent ebbe a szűz raster rendszerbe óhajt belegyömöszölni. Na most ebben egy hal nem érzi ám jól magát. Tehát a mikorunk nem érzi jól magát. Nem tudom észrevették-e. És ha valaki azt mondja, hogy de igen, mert látta egy politikust, aki vigyorgott, ne hülyeskedjünk már, tudom, kitől vette kölcsön a vigyorát. Hát csak nem képzeljük, hogy a saját vigyora volt. Hát annál rosszabbul, mint ma egy politikus a világban, nem is hiszem, hogy lehet éreznünk magunkat. Hát nehogy már irigyeljük őket. Egész egyszerűen nem érezzük jól magunkat a saját korunk. És ez nagyon nagy baj. Nagyon nagy baj. Tehát, ha valaki nem tud fölfelé tájékozódni, csak oldalirányban, az egyfolytában frusztrált, egyfolytában nagyon rosszul érzi magát, és sajnos mindenki a szomszédján bosszulja meg. Tehát azon, aki nála gyengébbnek bizonyul. Gyerekén, beosztottján, szomszédján is, itd. Abban a pillanatban, ha tudná, hogy fölülre viszont korlátlanul ki tudna terjedni, ha ezt, ha ezt lefedik neki, nem tudom, észrevettük-e, a felvilágosodás kora óta besötétült a horizontunk. Felfelé egyszer nem engednek látni. Miért? Azért, mert ott ki tudnánk teljesedni. Oldalirányban irányban be vagyunk falazva. Tehát ha valaki nem hiszi el, nem tudja megtapasztalni, hogy felül végtelen, szó szerint végtelen a kiterjedés, és hatalmas energiák hozhatók le. Tehát akkor, akkor egyszerűen begörcsöl. És azt mondja, már megint szűkebb az életterem. Hát persze, jövőre meg még szűkebb lesz. Hát itt egyfolytában az folyik, ami még a zsebünkben maradt, azt ők szépen kiveszik. Csak egyet nem tudnak. Mi meg korlátlanul, hatalmas mértékben kapjuk fölülről. Kimeríthetetlenül. Egyszerűen más az értékrendünk, mint az övé. Tehát csak akkor vesztünk, hogyha átmegyünk az ő értékrendjükbe. Akkor vesztettünk, de akkor meg is érdemeljük. És akkor, akkor végeztünk is, ugye? Tehát hat ilyen egységet néztünk, mind a kettő kettőt-kettő, vagy mindegyik kettőt-kettőt tartalmazott, tehát tizenkettes. Na akkor most egy jó szünetet kívánok, mert utána kemény munka következik.